Ez a Pápavárosi Televízió hírműsora szerdán, köszöntöm nézőinket! A Veszprém megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve ma szakmai napot tartott Pápán, melynek témája a Mintamenza program volt. A szakmai tanácskozáson előadások és bemutatók hangzottak el, többek között arról, hogy milyen anyagi pluszt jelent a korszerű táplálkozás bevezetése az óvodai és iskolai étkeztetésben, s hogy miképpen lehet elfogadtatni a gyerekekkel az új ételeket. A Mintamenza program jó néhány évvel ezelőtt indult el Magyarországon, célja a közétkeztetés megreformálása. Elsősorban azt szeretnénk, hogy tényleg legyen egy őszinte kommunikáció. Nagyon sokan vagyunk szülők ebben a körben, és tudjuk, hogy a gyermekünknek kifizetjük az ebédjét, a 10 órait, uzsonnát, nem eszi meg, vagy csak felét, vagy egyáltalán. Ez pénzkidobás a szülőnek, és hát egyáltalán a gyereknek nem egészséges, nem kapja meg azt az energia, illetve tápanyag mennyiséget, ami az ő korosztálynak megfelelően meg kellene kapja. És hát sok a só, sok a cukor, sok a fehérje, kevés a hús, kevés a tej, és kevés a kálcium, meg a vitamin ásványi sok. Tehát ezt így lehetne sorolni, de mindegyik szülő, mindenki tudja, hogy ez így van. Na, ezt azt mondtuk, hogy akkor most már megváltoztatnánk. 2013 elején Veszprém megye is tagja lett az országos programnak, mára a pápai járásból 6 intézmény csatlakozott hozzá, ezek között szerepel a nyáradi óvoda is. Azt tapasztalható, hogy sokkal több friss alapanyagot próbálnak felhasználni az előállítás során, míg előtte sokkal inkább a kényelmi termékeket, a fagyasztott, a konzervtermékeket, illetve a különböző pótló anyagokat használták a nyáradi konyha esetében is, és a területünkön számos konyha esetében. Ezt próbálják cserélni. S hogy tetszik a Mintamenza program keretében étkező gyerekeknek az új étrend? Olyan zöldségfélességeket, gyümölcsfélességeket, olyan ételeket, amit eddig mondjuk közétkeztetés étlapján nem találtunk, ők azt nagyon szívesen fogyasztják, és a tányérjukon maradt mennyiségek azok a 10-20% közötti tartományba esnek, ami közétkeztetés szempontjából egy nagyon-nagyon jó eredmény. A Mintamenza program által javasolt étkeztetés előnyben részesíti a helyi termékek felhasználását, és semmivel sem drágább a hagyományosnál, árulta el a megyei tiszti főorvos. A Pápai Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2008 óta áll kapcsolatban a csehországi Táborváros szintén gazdasági képzést nyújtó iskolájával. Közös Comenius, illetve Leonardo projektek, látogatások jellemzik a partner kapcsolatot, melynek munkanyelve az angol. Most a cseh diákokon volt a sor, ők utaztak Magyarországra, kedd este érkeztek Pápára, és 3 napot töltenek itt a gazdasági iskola vendégeként. Szia! Ahoj! Köszönöm szépen! Nastro Lilano. Néhány kifejezés, amit a pápai diákok csehül, a tábori fiatalok pedig magyarul megtanultak. 21 cseh tanuló érkezett most a közgázba. Az Erasmus Plus projektre szeretnének pályázni, ezt készítik elő ezen a látogatáson. A partneriskola is egy közgazdasági szakközépiskola, hasonló dolgokat tanulnak a diákjaink, és a közös projektjeink során például megvizsgáltuk az országaink gazdaságát, földrajzát, kultúráját, és most éppen egy újabb projekt előkészítésének a közepén tartunk, amelyben 6 ország fog részt venni, és a Dunamenti országok kulturális, gazdasági, turisztikai együttműködését fogjuk vizsgálni. A projektben a magyar és a cseh iskola mellett egy-egy osztrák, szlovák, román és horvátországi intézmény vesz majd részt. De nem csak a munkáról szól ez a pár nap. Változatos programot állítottak össze a közgázos vendéglátók. Délelőtt azokat a prezentációkat hallgatjuk meg, amiket a diákok állítottak össze, délután pedig magyar-cseh barátságos foci mérkőzés lesz. A 21 diákból 19 lány, de mi választottuk ezt a sportágat? A cseh vendégek Budapestre is ellátogatnak, valamint lesz még többek közt tánctanulás és természetesen pápai városnézés is. Kömöcsi Fruzsina a Petőfi Sándor gimnázium diákja volt, emelt szinten tanulta az angol nyelvet, amit nagyon megszeretett. Egyetemistaként lehetősége nyílt arra, hogy 3 hónapot az Amerikai Egyesült Államokban töltsön. Erről az időszakról angol nyelven tartott előadást alma máterében.
Kömöcsi Fruzsina 2012-ben végzett a Petőfiben, most a BGF turizmus vendéglátás szakos hallgatója. Régi álma volt, hogy Amerikában tölthessen egy kis időt. Fruzsi egy táborban dolgozott a nyáron 2,5 hónapot. A lehetőségek közül a konyhai munkát választotta. Ez a Camp Leadersnek az egyik programja, ami azt jelenti, hogy kimeltünk Amerikába, mint diákok dolgozni, akár úgy, mint gyerekfelügyelők, akár úgy, mint akár én, ahogy voltam konyhásként. Ez azt jelenti, hogy 2,5 hónapot dolgozunk, majd utána lehetőségünk van arra, hogy nyaraljunk egy kicsit a munka után. Fruzsina június 12-én érkezett meg a New Hampshire államban, Bostontól mintegy 2 órányi autóútra levő táborba. Augusztus 25-éig dolgozott itt, napi 8 órát, heti 2 szabadnapja volt. Mikor véget ért a nyári 2,5 hónapos munka, szeptember 8-áig a fiatal diáklány sokfele utazott Amerikában. A legnagyobb élmény az, hogy igazi amerikai környezetben voltam, és megtapasztaltam, hogy milyen az igazi amerikai kultúra, meg hát az utazások. Tehát, hogy a Niagarához el tudtam jutni, az életem legnagyobb élménye volt, mert arra a kicsi korom óta vágytam. A táborban sok külföldi diák dolgozott. A lehetőség nem csak tapasztalatszerzésre volt jó, de nyelvgyakorlásra is. Most már nem kell gondolkoznom azon, hogy mit szeretnék mondani, tehát csak folyékonyan beszélek, nem kell gondolkoznom azon, hogy milyen igeidőt használjak, vagy hogy milyen szó következik a másik után, úgyhogy, és egyrészt ez volt nagy előnye, másik pedig, hogy megértem, hogyha beszélnek hozzám bármilyen akcentussal. Fruzsi angol nyelvű előadásában bemutatta a tábort, s azokat a helyeket, amerre járt. Biztatta a diákokat, hogy ha hasonló lehetőségük adódik, használják ki. Egy ilyen út mindig nagy élmény. Ismét D-moll előadás lesz a Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpontban. A pápai amatőr színjátszókból álló csoport március 21-én várja az angol abszurd humor kedvelőit a színházterembe. A 18 órakor kezdődő előadás után közönség találkozóra is invitálják a nézőket. Az előadásban lesz néhány régi kedvenc, de 90%-ban új a műsor. Összesen 13 jelenettel fogunk készülni, ebből 3 régebbi, az első szériás abszurdásból való, amiket úgy gondoltunk, hogy érdemes megismételni, mert elég nagy sikere volt, elég nagy visszhangja volt, a mai napig emlegetik, és tulajdonképpen visszavárják a nézők a színpadra. És 10 teljesen új, sajnos méltatlanul elfeledett, illetve feledésbe merült angol abszurd darabokról próbáltuk lefújni a port. A jeleneteket némiképp átdolgozták a démolosok, arra törekedve, hogy poén gazdag legyen az előadás. A csapat jelenleg 7 fős. Közösen döntöttek úgy, hogy az abszurd humor helyi képviselőivé kívánnak válni. Mindegyikünk szereti magát az abszurd humort, magát a műfajt is. Csaba a rendezőnk azt különösképpen szereti. Mi is nagyon szeretjük. És tavaly előtt megpróbáltuk egyszer, és akkor nagyon bejött. És visszajelzések alapján tulajdonképpen az volt, hogy érdemes lenne ezt folytatni és emellett megmaradni. Az előadás március 21-én 18 órakor kezdődik a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ színház termében. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Igazi tavaszi napsütésben bízhatunk, holnap időjárás jelentés következik. Csütörtökön sok lesz a napsütés, kellemes tavaszi időnek örvendhetünk, délután 17 és 22 Celsius fok közötti hőmérséklettel. A délnyugati-nyugati szél több helyen továbbra is megélénkülhet. Kedves nézőink, ez volt a Pápavárosi Televízió híradója szerdán. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!